idén újra puszika, oszika, egy év kihagyás után ez az egy év, ez miért maradt ki? Ez egy elég hosszú történet. Sziasztok! Nem volt olyan egyszerű dolog az évek során megcsinálni ezt a rendezvényt. Ugye sok támogató kellett hozzá, nagyon fontos volt az, hogy a helyileg felismerjék azt, hogy mennyire fontos ez a rendezvény. Na most, hogy őszinte legyek, tavaly igazából nem sikerült ugye a településnek úgy hozzáállni a dologhoz, hogy azt mondtuk volna, hogy felmerjük úgy vállalni, hogy saját erőből, saját zsebből finanszírozzuk ezt az egész rendezvényt. Ugye azt tudni kell, hogy ez egy önerőből, tehát egy teljesen non-profit rendezvény, ami arról szól, hogy nincsen bevétele. Tehát ez mindenki számára elérhető legyen, és ugye ezt úgy kell szó szerint összekoldulni rá a pénzt, hogy meg tudjuk csinálni a rendezvényt. Most az idén viszont már a testületnek, az önkormányzatnak, és már nagyon sok olyan szervezetnek, aki úgy érezte, hogy ez egy fontos kérdés lehet a városnak, hiszen elviszi a hírét az országban, azért nagyon sok helyen ismerik ezt a rendezvényt. Tehát úgy gondoljuk, hogy ettől egy kicsit idegenforgalmilag, turisztikailag egy kicsit úgymond növeljük a városnak az értékét. Többen felismerték, és most egy kis jobb támogatást kaptunk, vagy hát inspiráltak bennünk arra, hogy megcsináljuk ezt a rendezvényt újból. Hogy áll most a szervezés, mennyi jelentkező van? Hát ebben az időszakban még nem mondhatom el, hogy olyan sokan jelentkeznek, de már 300 fölött vannak a jelentkezők. Igazából mindig az a tapasztalat az évek alatt az volt a tapasztalat, hogy mindig az utolsó pillanatban, tehát az utolsó hónapban, az utolsó két hétben, három hét, két hét alatt jött össze mindig az a több ezer fő, hát két évvel ezelőtt 1750-en voltak a túrá. Ez mondjuk már önmagában egy nagy szám, vagy lehet, hogy nem is tűnik sokaknak ez nagy számnak, de mikor 1750 ember a vízen van, ott a szervezőknek, meg akik a vízen vannak, azok tudják, hogy ez mekkora számot jelent, és az is érdekes, hogy a környékből, tehát beleértem Kásztály, Tegerszeget és a környező települések, ezekről a területekről azért sok lényegesen kevesebben jönnek, mint az ország különböző részeiről. Az is érdekes, hogy az ország másik részéből, tehát a Dunántúlról sokkal többen jönnek. Valamiért ott egy kicsit kedveltebb lett ez a történet. Úgy szoktuk számolni, hogy olyan 70-30%-os arányban. Na most a jelentkezések, ugye július 20-ig zárjuk le a jelentkezéseket. Kibővült még annyival a túra az idén, próbálunk ilyen extrém dolgokat csinálni. Most kibővült azzal a túra, hogy egy Zala átúszást is tervezünk, ami azt jelenti, hogy hosszába kell átúszni, persze nem keresztbe, mert úgy könnyű lenne, hosszába kell átúszni, és a Zala bérbe az induláskor, amikor van az indulás, akkor időmérős verseny lesz. Tehát az azt jelenti, hogy bárki benevezhet, aki 18 év fölötti, vagy 18 év alatt is, de szülői felügyelettel, vagy szülői nyilatkozattal, és végig kell úszni, vagy futni, vagy gyalogolni, de inkább gyalogolni, mert ugye van, ahol bokáig ér, valahol térdig ér, valahol derékig ér, kisebb szakaszokat kell áthúzni, de az a lényeg, hogy a mederből nem jöhet ki, és időmérős verseny, és a győztesnek találtunk egy olyan támogatót, aki 100 000 forintot ajánl föl. Ez egy úgymond egy nagyon extrém, még extrémebb a túrához képest is extrémebb program lesz. Milyen kapcsolódó programok lesznek a rendezvény alatt? Hát most az idén azért egy kicsit szakítunk a hagyományokkal, úgymond. Ugye eddig években az volt a jellemző, hogy nagyon már az a hírterjedt terrorunk, hogy mi inkább a rockos vonalat szeretjük. Ez igaz, mert én is egy régi rock zenész forma ember vagyok, meg a környezetemben is nagyon szeretik a rock zenét, de én egyébként minden evő vagyok, így módon. És úgy gondoltam, hogy most mindenkinek csinálunk programot. Tehát úgy állítottuk össze a programot, hogy abban legyen rock is, legyen egy kicsit lightosabb is, legyen mindenféle program. Persze nyilván azt a kategóriát azért mi nem képviseljük, ami alatt már nem lehet. Tehát van az, nem akarok rámutatni, hogy melyik az a kategória zenei ágon.
Próbálunk mindenkinek olyan programot csinálni, hogy megtalálja a számára a legkedvezőbbet, és még ki is jegyeztük a programot a végén vasárnapi napra gyerekprogramokra, ami bábszínház és külön gyerekjátszók és ilyen történetek vannak a rendezvényen. Ha jól tudom, engedélyeket is be kell szerezniük, ez mennyire gördülékeny? Hát az egyik évben se gördülékeny, mert csak arra gondolok, hogy 11 környezetvédelmi hivataltól kell engedélyt kérni, aztán plusz a katasztrófa védőkörsz, a rendőrség, az ANTS sorolhatná. Tehát igazából a papírmunka őrli fel az idegeinket jobbára, meg hát ugye ezeknek a szervezeteknek meg is kell felelni. Az a módszer, ami 2007-ben történt, ami után Natura 2000 környezetvédelmi terület alá vonták az alának egy nagy szakaszát, vagy nagy területeit, ez annyira megnehezítette az életünket, hogy ugye ezek a szervezetek mind úgy kezeltek bennünket, hogy most már inkább azt mondom, hogy mostani időszakban most már az történt, hogy odafigyelnek rá, most már egyeztetünk, most már az igényeiknek megfelelően rendezzük el a túrát. Én még mindig nem értek egyet vele, de attól függetlenül, mert ugye mi próbáltuk felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire koszos elhanyagolt, és ugye azért 27 éve csináljuk, és a 27 év alatt igazából ezen a téren semmilyen elmozdulás nem történt. Hogyha ebben valaki belegondol, hogy hivatalosan 25 éve egy emberöltő, mi 27 éve csináljuk ezt a rendezvényt, és azóta próbáljuk felhívni a figyelmet rá, hogy mennyire koszos elhanyagolt, és vissza lehet tekinteni a múltba, hogy mi mindig ezt hangoztattuk, és ezért is hoztuk létre ezt a túrát, vagy hát ezt a Zalán való csónakázást. Ugye szerettük volna, hogyha tanősvények, pázsitos területek lesznek, ki vannak alakítva rajt, különféle horgászhelyek, túraudvonalak vannak megcsinálva. Ez a mai napig nem történt meg. Hát mi ezt akartuk, de hát úgy látszik, hogy nem igazán sikerült foganatot találni rá, meg hát az olyan szervezetet sem, aki ezt felvállalná. Egy generációnyi idő tényleg eltelt a kezdetektől. Kik vannak még itt az első futamok lebonyolítói, versenyzői, szervezői közül? Hát igazából a lebonyolítók közül szinte majdnem mindenki. Sajnálattal kell tudomásul vennünk, hogy akikkel kitaláltuk, tehát az ötlet szülőatyai közül ketten olyan, sajnos olyan betegek, hogy ők már nem tudnak részt venni a túrán. Szili László barátom és Lép Tóni barátom. Nagyon sajnáljuk, de ezúton is majd remélem üdvözölni tudjuk őket, meg hát az ő nevük azért fémjelzi ezt a rendezvényt, mert hát ővelük találtuk ki ezt az alak tisztítását, vagy hát ővelük véltük felfedezni, hogy milyen elhanyagolt a folyó.